Nagy taps, nagy ováció Erikának, aki áldozatos, kitartó munkával, amikor én ezt megtudtam, hogy szóhozsa jutottam. 5 évvel ezelőtt kigondolta volna. Erika felállt a kerekes székből, talán ez volt a legszívmelengetőbb meglepetés a 6. divat bemutató kicsit másképp rendezvényén. A közel 30 modell között voltak kisiskolások, vállalkozók és mentorok is. Viktória lenemhervadó mosolyával is segíti társait a fejlődésben. Páratlan összefogást tapasztalhatunk meg, és ez mellett nagyon fontosnak tartom a rendezvény a szemléletformáló hatását is a társadalomra, amit jól meg lehet figyelni, hogy itt szinte az egész rendezvény alatt telt ház volt. A speciális divatbemutató 3 hónap előkészületet igényel, a modellekkel az utolsó 1 hónapban zajlik a kemény munka. Mágdóra főszervező hatalmas energiát fektetett abba, hogy az esemény gördülékenyen menjen, a szponzorok mellett a család segített a legtöbbet a cél érdekében. Úgymond az átlag embereknek felhívjuk rá figyelmet, hogy igenis, hogy figyelnünk kell azokra, aki látjuk azt, hogy mondjuk valamilyen más. A rendezvényt egész évben várják a modellek, feltölti őket energiával a nekik szóló taps és a siker. A nehéz körülmények között élő Zsuzsics Armandó énekétől elérzékenyült a közönség. Az esemény meglepetés vendége a többszörös EB, illetve világkupa érmes sportoló volt, aki agyvérzésből épült fel, most erőt adni érkezett. Hogy nálunk nagyon sok mozgásérült versenyző van már a szkandál sportban, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el a szkandálba. Én azt tudom üzenni, hogy mindenki kezdjen el csinálni valamit. Lehet nem a szkandál, de van rengeteg sport, amit már lehet művelni mozgásérülten is. A divatbemutató kicsit másképp ettől az évtől országos rendezvényé emelkedett. Ősszel Szegeden lépnek kifutóra helyi modellek, ez olvasható a jótékonysági esemény közösségi oldalán.